Világszerte megünnepelték május 1-jét, a munkanapját. Legtöbb helyen békés felvonulásokat tartottak, de több európai nagyvárosban, így például Párizsban, Berlinben, valamint Isztambulban is voltak összecsapások a demonstrálók és a karhatalmiak között. Berlinben már kedden elkezdődött a hagyományos május 1-i felvonulás. Csak nem 3000 demonstráló jelent meg a német főváros utcáin. Egyebek mellett azt kiáltozták, hogy szakítani kell a patriarchátussal, és hogy egész Berlin gyűlöli a rendőrséget. Ismerjük a szlogent, és számítottunk arra, hogy itt-ott fáklyákat gyújtanak majd, de mindenre felkészültünk. Bűncselekmények elkövetése esetén azonban következetesen és gyorsan cselekszünk majd, mondta a rendőrségi szóvivő, aki arról is beszélt, hogy kedden 3000, szerdán pedig már 6000 egyenruhás áll készenlétben. Berlinben 1987 óta folyamatosak a zavargások a munkaünnepén, amik jelentős károkat okoztak a város nagy részében. A tiltakozási hullám azután csökkent, hogy a rendőrség taktikát változtatott. Az elmúlt években már nem a zavargókkal való küzdelemre összpontosítanak, hanem megpróbálják meggátolni a tiltakozás kiterjedését. Párizsban délelőtt még úgy tűnt, békés május 1-i felvonulás lesz. S bár annak is indult, az indulatok gyorsan elharapóztak. A tiltakozók több helyszínen tüntettek, többek között a párizsi olimpiai játékok ellen, de voltak olyanok is, akik nem tetszésüket fejezték ki a Nemzeti Tömörülés Párt felemelkedése miatt. Egy friss felmérés szerint ugyanis Emmanuel Macron francia elnök centrista európárti tömörülése lemarad Marine Le Pen pártja mögött. A francia nemzeti televízió a rendőrség és a tüntetők közötti tulakodásról, több sérültről és néhány letartóztatásról számolt be. Madridban a teljes foglalkoztatásért és a magasabb bérekért tüntettek május 1-én. Két spanyol szakszervezet már tárgyalásokat folytat a kormánnyal arról, hogy 2025-ig fokozatosan heti 37,5 órára csökkentsék a munkaidőt. Szerintem Spanyolországban a fizetések jóval az európai átlagbér alatt vannak, de a technológia már elég fejlett ahhoz, hogy komolyabb fennakadás nélkül csökkentsük a munkaidőt, hogy az emberek több időt tölthessenek a családjukkal, mondta egy nyugdíjas felvonuló. Görögország fővárosában is sokan felvonultak a munkaünnepén. Míg egyes tüntetők magasabb béreket, mások szabad Palesztinát követeltek a parlament előtti téren. A diákszervezetek az Egyesült Államokbeli egyetemi kampuszokon zajló tüntetéseket támogatták. Közben a kikötőkből nem indultak hajók, és leállt a busz és metróforgalom is. Athénban ugyanis 24 órás sztrájkba kezdtek a közlekedési dolgozók és a fuvarozók. Azt mondják, míg a nemrég megemelt bérekből sem tudnak tisztességesen megélni. Isztambulban is tüntetések voltak. A török rendőrség őrizetbe vette azokat az ellenzéki és szakszervezeti demonstrálókat, akik a Taksim térre igyekeztek. A belügyminisztérium ugyanis már évek óta betiltotta a város főterén rendezett tüntetéseket. Isztambul más részein dulakodás tört ki a rendőrök és a baloldali csoportok között, akik szintén a Taksim térre igyekeztek. Több embert őrizetbe vettek, a tüntetőket pedig könnygázzal oszlatta fel a rendőrség.